Nagy tömeg gyűlt össze csütörtökön délután a kiállításon. Ekkor sorsolták ki a vásár nagydíját, egy 20 000 euró értékű középteljesítményű traktort. Édesapja segítségével egy 10 hónapos kisbaba húzta ki a szerencsés nyertest. A traktor kulára került Maria Stunajkóhoz. Imala sem poziva, dosta poziva. I kad sam došla kuć, bila sam nešto u gradu i komšinica mi je rekla, kao puno su puta zvali iz Novog Sada, kao da sam dobila nagradu, onda sam ja kontaktirala taj broj na telefonu i rekli su mi da dođem danas. 130 ezer látogatót és jelentős mezőgép értékesítést jegyeztek a vásár szervezői. 19 članica udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije tokom sajamskih dana ostvarilo promet u vrednosti od 15 miliona evra, što je 1/5 ukupnog godišnjeg prometa koji su ostvarili prošle godine. A regió legjelentősebb agrárexpóját nagy mértékben támogatja a Szerb Agrártárca is, elsősorban a jószág kiállítást és az organikus termékek bemutatóját. Sljedeći broj naših ljudi opredeljuje se da se bavi ovakvim vidom poljoprivredne proizvodnje i mi ćemo im u tome pomoći. Verovatno ćemo sljedeće godine pokušati da obezbedimo još veći prostor, prosto jednu veću halu, jer kako stvari stoje ove godine, ovaj prostor, ova hala je bila premala za sve one koji su zainteresovani da te proizvode izlože. A vásár idei partnerországa Bosznia és Hercegovina volt. 28 vállalattal érkeztek a rendezvényre. A tapasztalatok alapján a továbbiakban még lendületesebben kívánnak együttműködni a szerb gazdasággal.